Köszönjük azt a sok támogatást, amit kaptunk Magyarországtól. Magyarország története egyik legnagyobb segélyakcióját hajtja végre. Megérkezett Kárpátaljára a magyar kormány újabb 5 kamionból álló humanitárius segélyszállítmánya. Újabb 4 kamionból álló szállítmány érkezett Kárpátaljára. Egy év alatt Magyarország 1635 tonnányi segélyárut küldött Ukrajnába. A háború második napjában elkezdett csörögni a telefonom. Az egész országból segítséget kértek, el tudjuk-e őket helyezni Beregszászon. Még mielőtt a segélyprogram elindult, a csapatunk több mint 40 embert fogadott be, adott nekik szállást, adott nekik ételt, és utána adott nekik munkát. A raktárunk vezetője Denis, ő nyiprói menekült amúgy, és az egész időszakban ő vezette a logisztikát, tehát alapjában ő tervezte ennek az 1635 tonnának a célba juttatását. Itt vagyunk a Beregszászi 13-as számú óvodában. Az óvoda a magyar kormány támogatásával és az Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével lett felújítva. Hozzá lett építve még egy épület, ahol a személyzet, a konyha és az óvóhely helyezkedik el. Dobrý den! Ők az ukrán csoport? Igen. 24 év vagyok óvónő, de én még 24 év alatt nem voltam ilyen épületben, ilyen felszerelt óvodában, mint ahol most vagyunk, és ezért sok-sok puszi hála a gyerekek nevében is. Szavakat nem tudok mondani, hogy mennyire tényleg köszönjük és hálásak vagyunk. A háború harmadik hónapjában már hozzákezdtünk anya és gyermekotthonok kialakításához. A magyar kormány támogatásával Beregszászon sikerült egy ilyen épületet létrehozni. Aki most elsőnek beköltözött, az a Szőlősi Shelter lakója volt, egy hölgy. Хорошо, на Закарпатье очень хорошо приняла. Mi mindenkinek ugyanaz a célunk, hogy elérjük minél hamarabb a békét. Óriási segítséget kaptunk a magyar kormánytól, civil szervezetektől. Például a Siréna, ami a Beregszászban szól, a Szatmár Németitből kaptuk, mert nem lehetett Ukrajnában kapni ezeket a légvédelmi szirénákat. A Beregszászi kistérség a Beregszászi járás egyik legnagyobb kistérsége, ahol ukránok és magyarok egymás mellett békében éltek, élnek, és a háború ideje alatt is segítik egymást a családok.